Kezdhetjük? A VR szemüveget próbálhatták ki ebben az irodában a gyerekek, egy másikban a digitális rajztáblát. Egy pécsi informatikai céghez látogattak el a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári táborának résztvevői csütörtökön. Szerintem itt ez jó példa erre, itt ez a tábor, hogy megmutassuk nekik azt, hogy mi az, amit itt informatikusként felnőtt világban majd meg tudnak tenni. Van gyakorlatunk, nem az első tábor az életünkben itt a kamara részéről, ez a pályorientációs nap, és azt gondolom, hogy ezek jó kezdeményezések, és nekünk meg jó lehetőség, hogy megmutassuk a hétköznapjainkat. Az informatika csak az egyik szakmaterület, amelyből ízelítőt kaptak a gyerekek az egyhetes foglalkozás alatt. Rotyog az étel az egyik pécsi étterem udvarán. Sokat babot főztek egy korábbi napon a gyerekek a séf útmutatásával. Éppen ez a tábor lényege, hogy minél több szakmaterületet megismerjenek, mondja a helyi iparkamara munkatársa. Turizmus vendéglátástól, az egészségügyön át, gépipar, kutatás, biotechnológiai kutatás, mezőgazdaság, a lehető legszélesebb körben igyekszünk megmutatni a szakmákat és az ágazatokat, hogy majd amikor oda kerül a gyerek, hogy döntenie kell, akkor emlékezzen erre a táborra, erre az egyhetes táborra. Így könnyebben dönthet, milyen irányban tanuljon tovább. Ezen a héten összesen 15 általános iskolás vett részt a foglalkozásokon. Ők 5., 6., 7. osztályosok, akik hamarosan végeznek és dönteniük kell, mivel szeretnének foglalkozni felnőttként. A kamarai nyári táborról gazdasági magazinunkban egy hosszabb összeállítást láthatnak nézőink.